kérünk készítelmezésre. Köszönöm szépen. Utoljára szavazott FAT polgármestereként Fülöp János a település képviselőtestületi ülésén. 17 év munkavégeztével mondott le. 2005 óta vezette az önkormányzatot, és 1990-ben választották meg először képviselőnek. Mint most fogalmazott, az egészségére akar koncentrálni. A település eddigi vezetője, bár hátrébb lép a napi politikától, továbbra is FAT fejlődését támogatja majd. Válasszanak bárkit is polgármesternek a helyiek. Én ezt megígértem, bárki lesz a polgármester, nagyon szívesen segítek neki, akár kapcsolati tőkével, akár tanácsokkal. Ha megfogadják, megfogadják, ha nem, nem nyilván, de ez ennyivel még tartozom a településnek, úgy érzem. Tehát itt van a kompjárás, erre lenne a sétány, és ide jönne vissza, és ez maga a strand rész. Ez az a hatalmas fejlesztés, amit az utolsó testületi ülésen sikerült megszavazni. Fülöp János fejében 14 éve fogalmazódott meg, hogy valamilyen módon hasznosítsák az úgynevezett foki település részt. Mostanra minden készen áll ahhoz, hogy az év második felében megnyíló TOP plusz pályázati rendszernek köszönhetően 30 év után itt ismét strandjuk legyen a faddiaknak, és még sok minden más is. Elkészültek a tervek is, egy nagyon szép dunaparti sétányt terveztünk, egy szabadidőparkot, ahol gördeszka pálya, BMX pálya, kosárlabda pálya, kis játszótér a gyerekeknek, a másik oldalán egy piacot, és a bal oldalán pedig egy strandot. Faddon a tervek szerint szeptember 11-én tartanak időközi választást.